Róluk rég volt már videó, íme itt a Bölcsi 9 lakója. Ez a nyervikolás most annak szól, hogy szomjasak, és hogy azonnal adjak nekik vizet, hozzak nekik vizet bele a csőrükbe, mindjárt mutatom, hogy hogyan történik az, de előtte akkor beszélgessünk másról, ugye? Szeretném így megmutatni, ha már ilyen szépen összegyűlt ez a 9 gyerek, aki 4 helyről jött, tehát 4 különböző genetikai háttérrel rendelkezik, 4 különböző családi felmenő ágakkal, hogy mekkora különbségek vannak köztük. Ott van például ő, illetve ő, valamint ott hátul ő, ők hárman a banaiak, ők hárman ugye testvérek. Érdekes megnézni, hogy egyformát esznek a többiekkel, tehát ugyanaz a kaja, ugyanazok a körülmények, minden. Ennek ellenére ők mennyivel világosabbak, mondjuk úgy, hogy szőkébbek. Tehát a sőrük már majdnem teljesen piros, tehát kiment már belőle a melaninnak a peketéje, a lábuk is sokkal halványabb színű, mint a többieké, és a szemük is, mert nem tudom, hogy tudom megmutatni. Igen, köszönöm, hogy segítesz megszerelni a telefont. Igen, te is, mindenki, nagyon ügyesek vagytok, gyerekek. Na szóval az ő szemük világosabb. Ahhoz képest ott vannak a kékkel jelöltek, itt van például ez a briganti egyből, aki különösen érdekes az, hogy tele van sötét foltokkal. Tehát neki olyan helyeken vannak fekete tollai, ami teljességgel nem legális. Tehát például a kokáért, nem tudom mennyire látszik, de itt a torok részén is ilyen fekete csíkok vannak. Ne szeredd a telefon, drágám! Tehát a ő torkán is fekete csíkok vannak. Ezek a fekete csíkok keltették fel igazándiból az érdeklődésemet, hiszen a németeknél, amit most lehet látni, azt a hibrid párt, ahol a fekete gólya összeállt a fehér gólyával, és ráadásul mindez magától kinn a természetben, és gyerekeik lettek, tehát fiókáik lettek, hogy lehet ám azért, hogy ilyen korábban is előfordult, illetve természetes körülmények között régebb óta létezik ilyenfajta időnkénti alkalmi kereszteződés a két faj között, és ez okozhatja azt, amikor a fehér gólyákon meglepő helyeken fekete tollak bukkannak föl, mint például időnként látni egy-egy fehér gólyát, aminek van fekete farktolla. Ennek a Big Fishnek a testvére, aki ottan hátul turkál, na neki például az egyik faroktolla fekete. Na, ha már itt ilyen jól elgólyafiókáztunk, akkor azért megmutatom a fészket, illetve megmutatom a másikat is, amit most raktunk össze, mert szétesznek költöztetve nem sokára, hiszen 9-en ezt a fészket már nem bőséggel kinőtték. Nemrég még kényelmesen elvoltak ebben, tehát lötyögősen voltak, most már majdnem kilakik egymás 9-en, úgyhogy el lesznek osztva, hogy 5-en átköltöznek ide, 4-en meg maradnak a másikban. Ha most, amit ehhez akartam mutatni, hogy ugye ez az a fonott fészek kosár, amit csináltattunk, alatta pedig konkrétan az új fészek alap van, amit idén terveztettünk, ez itt a mintadarabja. Ez gyakorlatilag az úgynevezett univerzális fészek kosárnak, amin a régi Bölcsi fészek van, egyébként mindjárt megmutatom azt is, annak a fejlesztett változata, ugyanis a fölfogatása, tehát az, ahogy az oszlopra fölkerül, az hát most így ellenfényes, semmi nem látszik belőle, mindegy, az ugyanolyan. Ez a talp, ami alatta van, azt mit csináltattuk hozzá, annak az a célja, hogy egyrészt ilyen helyen, mint most nálunk itt a udvarban, megtartsa a fiókák alatt a nevelő fészeknek a fészket. A másik része az, hogy amikor majd megyünk jövőre újabb fészket szerelni, akkor kint a helyszínen, és legyen mire föltegyük a fészket, könnyen lehessen rajta dolgozni, hiszen ez azért gyakorlatilag derék magasságban tartja itt a fészket. Na, megpróbálom erről az oldalról megmutatni az alját. Hát, ha így jobban látszik, igen. Szóval ennek így néz ki az alja, ennek sűrű rálcsa van, 5x5-ös, és sokkal nagyobb, ugye ennek 150-es az átmérője. Azért van az, hogy gyakorlatilag teljes egészében kitölti a helyet, teljes egészében alátámasztja a 150-es fonott fészek kosarat. Na most, ugye itt a Bölcsi. Nyi-nyi-nyi-nyi. Mondják itt a kedves résztvevők. Ez a régi fajta, tehát a most használatos univerzális. Ennek 20x20-as
ráccsal van megcsinálva az alja, mint sajnos át tud lépni a gólya, át is potyog, át is tud szakadni. De hát a másik nagy hátrány az az, amihez messzebb kell menjek, hogy megmutassam, hogy ez ennyivel kisebb, tehát annak csak 105 centi az átmérője, amíg egy normális gólyafészek mérete ez a 150, ami fölötte a fonott kosár. Ha most a gólyák ezt ennyivel túl is szokták építeni, ennek az eredménye az, hogy természetesen idővel, ahogy korhad a fészek anyaga, ez a túlépítés, amit a szélén van, ami azért körbe egy erős 20-25 centi, az leszakad, és olyankor szokott leborulni az egész fészek. Na, kedves statiszták! Mindjárt kaptok inni. Mert? Na. Akkor itt tűznek az ügyes gyerekek. Na ott milyen jól látszik rajta az a illegális fekete szín ottan a hátán annak a brigantinak. Ugye? Csőrös banda. Jó van, tessék, kapod. Kapod, mindenkinek jut. Úgy. Igen, a fejedre is, mert tudom, hogy pancsolni is akartok benne. Na jó. Köszönjük.